A válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatt beiktatott két hetes szünetet követően folytatódik a bajnokság az NB1-ben. Mivel már csak 8 forduló van hátra, minden megszerzett pont fontos a csapatok számára. Fokozottan igaz ez a Kisvárdára, amely jelenleg 2 pont hátrányban van a már bennmaradó helyen lévő Diósgyőrrel szemben. Dajka László együttesére nehéz feladat vár, mivel a bajnokságot 8 pontos előnnyel vezető Ferencváros érkezik a Várkerti stadionba. A várdaiak ebben a szezonban már 4-szer találkoztak a zöldfehérekkel. A 2 bajnoki meccsen és a Magyar Kupa 8-a döntőjének első felvonásán egyaránt 2-0-ás fradi győzelem született. A kupa visszavágón 1-1-es döntetlenre végeztek a csapatok. A kisvárdai szurkolók abban bíznak, hogy szombaton hazai sikernek örülhetnek majd. Nagy dolog lenne legyőzni a Ferencváros természetesen, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogy vannak azért kisebb problémáink, sőt, én úgy gondolom, hogy nem is kicsi. Tehát nem is kicsi. Sérülésekről van szó, és betegségekről. Tehát jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy viccesen szokták mondani, egyelőre még az orvos állítja össze a csapatot, úgy néz ki, de bízom benne, hogy azért a sérültek közül is és a betegek közül is, akik lázasak, azok nem valószínű, de remélem, hogy egy pár játékos azért rendelkezésre fog állni. Tehát valószínű, hogy mindig azt mondják, hogy mindig az a legjobb csapat, amelyik pályára lép, de azért ezt kimerem jelenteni, hogy mi valószínű, hogy nem a legjobb csapatunkat tudunk pályára lépni. Az már hétközben eldőlt, hogy teltház fogadja majd a csapatokat, ugyanis szerdáig minden belépő gazdára talált, és szombaton már ki sem nyitnak a pénztárak. Plusz motiváció az biztos, mindenki, minden játékos úgy szereti játszani, amikor teltház van, úgyhogy az biztos, hogy plusz motiváció lesz a csapatnak. A Kisvárda-Ferencváros mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 26. forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Budapest Honvéd, Paks Újpest, Szombathely Puskás Akadémia, MTK Budapest, Diósgyőr és Molvidi FC Debrecen.